Sziasztok, sziasztok! Nevem Gábor Lázs, és itt az LG-nél vagyunk egy foci stadionban, mert most lesz a VB ezen a nyáron megint az oroszoknál, és mivel az LG nagyon jó projektorokat gyárt, főleg lézerprojektorokat, bemutattak egy új kis készléket, ami 4K felbontásban tud itt nekünk majd egy képet produkálni, eléggé érdekesen néz ki, jó nagy kis doboz dizájnja van, de most mindjárt közelebbről megnézzük, és elmondom nektek, hogy miket tud pontosan itt az új HU80K projektor, lézerprojektor, akár fehér színben is kapható, én most itt feketében hoztam ki nektek, hogy bemutassam nektek részletesebben. Na lássuk akkor, hogy néz ki ez a projektor, kívülről látjuk, hogy én most a feketét fogom nektek főleg bemutatni itt a stadionban, itt kicsit lightoltam, persze nem itt használnánk, hanem kicsit bentebb, lezártabb részen, mint itt még egyszer kívülről látjátok, hogy szép matt felületünk van a műanyagházban, az a kis fogókája az fémből van, alul például látjuk az LG logót, és itt majd egy infravörös vevővel tudjuk könnyen távirányítóval vezérelni, van fókusz, meg zoom kis tekerentyűnk, ami mindig fontos egy projektorban, és sok ki is bemenetet, és találunk, hogy majd 4K, HDMI, DTS audióval, meg Kensingtonnal tudjuk használni, de itt látjátok, hogy külső hangszórót lehet rádugni a felhatú csatlakozóval, USB és HDMI van egy oldalt, mert a többi az le van egy kicsit zárva, egy kis műanyaglap mögött, hogy ne legyen olyan feltűnő, hogyha visszük jobbra-balra. Néhány országban lesz antenna, ki is bemenet, tehát TV-t is tudunk elvég rajta nézni, de szerintem Európában ez nem lesz, aztán USB, HDMI és hálózati csatlakozó se hiányozhat, plusz egy nagyon érdekesen megoldott áram kábel, mert mint hogy a passzívóknál is szoktuk használni, fel van tekerve a házba, önmagába az áramkábel, amit itt ki tudunk húzni, van vagy 3 méternyi kábelünk, kis indikátorokkal rajta, hogy mikor van vége, itt a piros kis jelzés jelzi, hogy már vége is van, és egy gomnyomással megint fel is tudja egy pár másodperc alatt görgetni önmagába be a áramkábelt itt a LG-nek a projektora. Sokkal fontosabb az, hogy persze milyen a kép, és a képet tudjuk annak megfelelően adjusztálni, hogy a falra, a plafonra vagy bárhova akarjuk igazából vetíteni. Itt fel tudjuk hajtani a kis felső részét, ami védi is a lencsét, és hogyha nem akarjuk használni ezt a kis tükröt, akkor például teljesen hátra is lehet hajtani, mert hogyha nem használjuk, és például ilyen funkcióba állítjuk fel, akkor nem zavaró egyáltalán, és világosabb képet tud a falra vetíteni, de hogyha távirányító nélkül akarjuk használni, van persze gomb is még hozzá, meg így szépen előre még egyszer látjátok, hogy jól néz ki, de nézzük azt is meg igazából közelebbről, hogy majd, hogyha tényleg a falra vetítünk, akkor milyen szép képet például foci VB-re tudjuk itt majd használni, és az az előnye, nem kell asztalra, meg sehova, nem sem, odaállítjuk, bedugjuk az áramba, és már neten át lehet streamelni is, és szép képet kapunk. De tudjuk könnyen jobbra balra is vinni, mert csak felkapjuk, és kivisszük most például vissza a stadionba, és akkor mehetünk fel le a lépcsőn, és kényelmesen visszük magunkkal az LG HU80K kis projektort. És remélem tetszett nektek a videó a HU80K projektorhoz. Magyarországon is valószínűleg kapható lesz majd kb. 1 millió forint körül, attól függően, hogy a webOS-es vagy nem webOS-es változatot, mindenféle különböző TV-tuner, meg nem TV-tuneres készlék is van, akár Európában, meg Ázsiában, attól függően, hogy honnan rendelitek, akár, de szerintem elég érdekes kis készlék, főleg ezzel a kis tükörmechanizmussal, amivel tényleg most már nem kell a projektot önmagát mozgatni, hanem csak a tetejét, és nagyon szépen be tudjuk állítani a képet, hogy gyönyörű szép 4K-ban tudjunk nézni bármit. Közben nézted még egyszer, nevem Gábor Lázs, legközelebbig, és sziasztok!